Szerbusztok, Zozóka vagyok, azonnal folytatom is a játékot. Voilà. Jennifer of Vengerberg told it there had been a magic explosion in Skellige. Related to Ciri's reappearance, it had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. Egy kicsit becsapós, ugye? Ez a... kis... történet, mert mi nem a fő küldetést csináljuk végül is, de mindegy. Milyen messze van? Ezt nem néztük meg, hogy milyen messze van. Nincs messze, sőt, ugyanoda megyünk vissza. Oké. Okay. Tehát ugyanoda megyünk vissza. És ugye átnéztük a felszerelést. Nem találtunk nagyon sokkal jobbat. Azt viszont nézzük már meg, bocsánat, hogy érdekes, hogy itt nincs semmi. Egyedül hajó van. És itt nem jelez nekem semmi kérdőjelet. Mint az érdekes. Ennek vagy valami oka van, mert itt látom, hogy ugye mozgolódnak. Itt ilyen Endriák harcos. Meg Endriák harcos, meg teli vagyunk Endriák harcosan. De nem látom, hogy bármi lenne ott valami érdekes felfedezni való. A nyuszit nem bántjuk. Oké. Van egy információnk, nem tudom, hogy ez az információ mennyire lesz elég. Ez érdekes, hogy ez is hova vezet. Tehát olyan helyszínek vannak, hogy vezetnek valahova, de aztán lehet, hogy mégsem. Nagyon úgy néz ki, hogy lehet, hogy mégsem. Érzék, Witcher érzék. Esetleg ott, mert... Vagy az csak a holdfény verődik vissza a hullámokról. Ó, de ez már szinte költői volt, amit én most mondtam. De nem. Vagyis de, hogy igen. És nincs ott semmi érdekes. Jaj, imádom az ilyen kis vidékeket. Nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy egy picit normálisabb telünk lesz. Tehát tényleg nem ez a undorító, nyálkás, esős, jeges valami, hanem tényleg legyen hó, ne legyen latyog, stb. Az olyan jó lenne. Mondjuk a sok havat én sem szeretem, tehát hogy itt egy méteres havat kívánok magamnak, de azért én szeretem a havat, na. Ilyenkor például sokkal többet megyek erdőbe is kirándulni. Jó, az nem kell. És akkor itt fog várni minket? A fogadóban. Amely itt hol van? Ja, csak azt mutatta, hogy jöjjek ide a gyors utazás ponthoz. Nézzünk itt körül, fiúk! Nem hiszem... Hó. Nem hiszem, hogy lenne itt bármi érdekes, de azért egy-két helyre benézünk. Még hogy nincs semmi érdekes. Hát az alkohol, az mi az, ha nem érdekesség? Jó, régi medvebőrt is fölvesszük, majd eladom. Őt már nem. Oké. Mert teli vagyunk itt cuccal, és... Tehát alkohol... Na, ezt most véletlenül rányomtam, mert nem figyeltem. Véletlenül másra pillantottam oda. Ó, hát igen, tehát azért persze, hogy durva, hogy itt ezeket végignézem, de hát amikor ilyen kincseket találok, hogy alkohol dögivel, és még ugye
vízünk is van, tehát vizet is lehet találni, hát az... Az mindenért kárpótol, úgy gondolom. Ott megint nem tudunk átmenni. Itt sem. Jó, hát az ilyen drótok nem nagyon érdekelnek. Azt nem tudom fölvenni. Ezeket még megnézem, fiúk, lányok. Hát maradjon kecskeből. Meg ez is maradjon. Most már lassan kell keresni egy voltost, és akkor eladjuk nekik a... Ó! Eladjuk nekik a cumókat. Ez most ugye viccelték rád. Ennél még én is trammabb vagyok. Lehet, hogy abban a házban még be kellene nézni. El tudom képzelni, hogy... El tudom képzelni, hogy ez volt a... fő lakhelye. Na, hogy vagyunk, itt vagyunk. Jó, fonal nem. Az kell. Az is kell. Oké. Tehát, hogy ide még én benézek, mert ez ilyen díszesebb házacska. Aha, hogy zárva. És kulcs kell hozzá, kikről szerzünk kulcsot? A holttestet rendesen átvizsgáltuk. Azt a mindenit, legalábbis remélem. Tehát mindent átvettem tőle. Na jó, van, nézzük meg akkor, hogy hova megyünk. Szerintem megyünk vissza most... Novigrádba. Voilà, így van. Hova menjünk? Mondjuk ide, tök mindegy. És akkor egy boltost... Sari had reached Novigrad. A lone attempt to find her in the north. Tehát egy boltos meg is keresünk. Egész jó kis hosszú küldetés lesz ez a Lambertes. És meg lehet, hogy nem is lesz vége. Mármint, hogy még megyünk még tovább. Shubidubidu. Dubi-dubi-du. Haló, ne töltsél le ennyit, légy szíves. Tehát lehet, hogy még tovább kell mennünk, majd kiderül. Most igazából ott valami novigrádi kereskedőre tippelek. De ugye mondták azt is, hogy politikával kapcsolatos megbízásai voltak. De azt mondjuk, azt inkább el tudom képzelni, hogy megszedte magát, és kereskedő lett belőle. Oké. Beszélgetés városlakó, nem. Beszélgetés javasember, igen. Mennénk meg... Nézzük, hogy mit lehet nála eladni. Bocsánat, ellenőrzöm a... Aha, ez volt a furi. Jó. Hogy a tévé nem volt nekem beállítva, és egy kicsit sötét volt a képernyő. Őt már néztük szerintem, ugye? Így van, őt már néztük. Mit tudok nála itt eladni? Például ezeket mind el tudom adni. Ne legyen nálunk. Eladás 6. Szuper. Mi az, ami még mondjuk nagyon sok van? Ő. De jó, hogy egyből rááll, hogy az összeset eladom. Oké, meg még... Ja, ő nem, ő vizes palack. Akkor még őt adjuk el. És akkor marad még egy pár ilyen alkohol azért nálunk. Hogyha valakit éppen le kell itatni. Oké. Jó, ennyi meg egy Bambi. Minden jót. Hajnal van. Akinek még itt el lehet adni dolgokat. Élelem lesz. Akkor valószínűleg nem mindent tudunk nála eladni, viszont a kovácshoz oda elmenjünk, a fegyverkovácshoz. Aha, ja.
Jó, hát akkor, akkor ennyi megyen Bambi. So long. És a páncélkovácsunk az itt van. Remélem, hogy itt van, mert ő nem szokott nagyon korán... Ha itt van a Marigoldos. Fogják el Triss Marigoldot, a boszorkányt és kultizált. Fekete mágia űzésért és a korona elleni szerveskedés büntettéért, aki tudomással bír hollétéről és segíti elfogadását, jutalomban részesül. Szegény Triss. Kultizált. Ó, itt van, jó van, szuper. Mert akkor eladjuk neki a cuccokat, illetve nem eladjuk neki elsősorban, hanem van itt még nekünk egy olyan dolog, amit... Ő az a kesztyű. Nem javítás kell nekünk, nem is a frissítés, hanem a szétszedés kell nekünk. Itt van nekünk a Ard rúna. 2%, hát annyira nem... Osz nem szorozna, mindegy. Nem. Egyszerűbb, ha eladom, mert 2% árdjel erőssége nem. Hülyeséget csinálok. Frissítés eltávolítása, nem javítás, bocsánat, de hogy is nem. Ha már itt vagyunk, javítsuk a dolgokat. Páncélt, kardot, mindent. Ez az. A tárgykészítés nem, és akkor bolt. Őket el tudom adni, és nem is fogok használni a csatabáldokat. Nézzétek már, hogy mennyi pénze van. 6400 koronája van. Hát akkor hajrá! Novigrad, Skilligi. Skelligi, csatabát, nem. A rúnák egyelőre maradjanak, a szemszeri 168, 20 szükséges szint, most ezért megtartani, nem mindegy, tartsuk meg, egy fene. Egy penész, úgy, ez is. Már megint van egy kis helyünk, és akkor voilà, ennyi is. Illetve bocsánat, nézzük már át, hogy van-e itt nála valami érdekes. Ezeket... Jaj, és van valami trófeám is, bocsánat. Van valami trófeám is, azt látjátok itt valahol, fiúk, lányok? Ez a tárgy nem adható el, semmi probléma. Jó, én se vennék meg ilyen undorító. Ho-ho-ho-ho-ho-ho. Valamit. Felkiáltó jeles valami. Vegyük meg. Nem érdekel, mennyibe kerül amúgy. Posztóvértek. Pergamen. Igen. Van-e itt még bármi érdekes? Hetven nyeregtáska mérete szerintem megvan. Nekem is, ilyen 70-esre emlékszem, még a régi időkből. Na, jó van, fiúk? Oké. Szeretném, ha valamit, bla, minden jót. Szalom. Oké, még esetleg átnézek ide. Ő micsoda? Láttam én ezt? Rozmaring és kakukkfüle, ez a legmozgalmasabb hely Novigrádban. Nem tudom, hogy voltunk-e ott. Beszélgetés kereskedő. Semmi. Játszunk Gwyntet, kölcsön kellene, pénzt akarok már. Ő biztos, hogy keményebb. Egy Gwynt játékos. Nézzük már meg, mert teljesen, bocsánat, de teljesen elfelejtettem, hogy vele én játszottam, bepróbálkoztam-e nála, vagy nem. Játszunk vele egy Gwyntet. Gyors leszek, jó? Inkább felmérés szintjén.
Do you also believe I know every other bleeding dwarf in existence, and at the end of each day, I deepen the mineshaft in my cellar? So you play or not? Persze, hogy játszik. I play. Játszunk egy kört. So play me. Stake a unique card, maybe? Aha. Why not? Azon filózok, srácok, hogy ezt a álcet, ezt be kéne raknom. Így van. Szeretem az álcalapokat. Jó, és akkor játék indítása. Ellenfeled kezd, Skojatel. A Skojatel azért nem szokott egyszerű lenni. Nyomorult gyalogság. Ez ők maradjanak, most valamiért úgy mondom, hogy ők maradjanak. A nyomorult gyalogságot veszem ki. És szerintem őt, a Jarpenzigrint. Ellenfél kezd. Uhú, egyből egy ilyen jó cumót lerak. Amondó vagyok, hogy... Hú, ezek nagyon jó lapok lesznek. Azt a durva, ezek nagyon jó lapok lesznek. És mivel kezdjük? Én amondó vagyok, hogy itt durvítsuk be a helyzetet, és kezdjük vele. És utána természetesen lerakjuk a párját. Ajajajajajaj. Igen, jó értékei vannak a rohadéknak, ezt nézzétek meg. Ott vannak a módosítók. Hát egyből 14 elvezet. Nem baj, még nem adjuk föl. Ezért nem adjuk még föl. Ó, a panaszló kiküldt, rohadjál meg. Nem baj, én is lerakom a panaszló kiküldtemet. Na. Ez az. Így. Nekem most nagyon jó leosztásom van. Én most már többet nem tudok lerakni. Oda. Tehát más lapokat kell leraknom. 7 lapja van, nekem is 7 lapom van, és ugye én vagyok most még hátra. Jaj, de kár, hogy... Nincsen itt a álcám. Nem megkaptam álcát. Mennyivel vezet? 6-tal. Az a baj, hogyha itt bármelyik 6-os lapomat lerakom, abból is még csak egálba leszünk. Milyen módosító lapom van? Van fagyom, és azt hiszem ez az íjászok ellen van. Akkor rakjunk le egy ilyen 6-ost. Jó, rakjunk le egy ilyen 6-ost. Dögölj meg! Ellenfél köre. És az a baj, tudjátok, hogyha ő lerakod a bármilyen olyan lapot, nézzétek meg, hogy csal a gép. Tehát ennyi közelharci lapja nem létezik. Habár, várjatok, most eszembe jutott azért még valami, hogy ha már van egy kürtös a paklitban, akkor lehet, hogy nem célszerű így szétosztani a lapokat, mint ahogy nálam van, hogy van 2 közelharc, van 2 íjász, és van 2 nagyon távolsági. Ajaj, bizony, ez is most így eszembe jutott. Ellenfelem még jó, hogy passzolt. Hogyha lerakom a fagy paklimat, azzal jobban jövök ki, vagy nem?
nagyon sok lapja van neki ott, amik mind erősek. És igaz, hogy nekem is gyengülni fog az én pak... Hát lerakom a fagyot, srácok, mert ez... 5 lapja van. Nekem 4. Milyen lapjaim vannak még? A fagyot azért érdemes talán kijátszani, mert szerintem most már neki közelharci lapja nem lesz. Teljesen felesleges a következő körre nekem tartalékolni a fagyot. Nem lesz értelme. Na jó, lerakom a fagyot. Jobban állok, és passzol. Akkor viszont én is passzolok. Más nem tudok csinálni. És sajnos ez még nem jelent semmit. Hú, de jó értéket kaptam. Köszi. Pont olyan lapon van, ami az íjászat. Sőt, az hagyján, hogy pont olyan lapon van, ami az íjászat, de... De hogy a vezérlapom is a kötkártya. Na, ezt le kell rakni ilyenkor. Az egyik kötkártyát azt én ki kell venni. Mert ott van a vezérlapom. Aj, azt minden itt tanulni kell. Hiába bele kell jönni újra. Bele kell rázodnom újra. Jó, kezdjünk egy ilyen lappal. Milyen lapjai lesznek? Jó, hülye kérdés volt. Jó lapjai lesznek, persze, milyen lapjai lennének. És várj, és milyen lap az? Nézzétek meg, hogy milyen durva lap az? Olyan lap, hogy a közelharciba is ki tudod játszani, és a íjász sorba is ki tudod játszani. Na jó van. Durvuci. Jó. Sajnos sok... Sok-sok-sok, várjatok egy csöppet? Rohadjál meg. Igen. Ha jól tudom, a Nilfgaardi királyságnál, vagy lehet, hogy te is királyságnál van olyan, amely módosítja, tehát hogy semlegesé teszi a lerakott ilyen időjárás módosítókat. Innentől kezdve már bármit csinálok, sajnos már buktam. Jó, körkihagyásom. Ezt hagyjuk, hogy megnyerjen. És sajnos ugye nem fogom tudni lerakni ezt a lapot. Aj, 0. De viszont azt hiszem ilyenkor 20-at még... Ez az, köszi. 20-at még egy kártyát. Jó, hát ezt szerintem ezt... Nem lehetett volna megnyerni. Nézzétek, milyen erős lapjai vannak a rohadéknak. És ezt nem hiszem el, hogy csak olyan lapjai vannak, ami közelharci lapok. Jó, igazából 0 esélyem van bármire is. Na, mindegy, játszottunk egyet, és jó volt, mert tapasztalatokat szedtem össze. Tapasztalatokat szedtem. Jó, tudja mindenki, hogy csalsz, jó? Le volt írva a hirdetésben is. Ne dumáljál minket. Rohadjál meg, te szemét, kis törpe. Na, tehát hogy azért megint egy kis tapasztalattal lettem gazdagabb. A paklizás során, folyamán. És most pedig megyünk Lambert fele. Novigrad koldus negyed. Nem tudom, adom. Beszélgetés koldus. Te hülye vagy, fiam. Jaj, erre nem figyelnek szerintetek? Hát értitek, tehát tudom, hogy egy koldus volt, és gombem szól nekem, hogy kop le. Hát, ilyenkor azt kéne, hogy adjak neki pénzt például. Miért arra mutatja, hogy menjek? De szerintem rosszul mutatja, nem? Mert itt van valami cégél. Voilà. Ó,
hol lesz Lambert? Itt lesz. Te ki vagy? Ja, ott van Lambert, bocsánat, te ki vagy? Ilyen kérdés. Beszéljünk a fogadóssal. Kardnyelő. Ja, két kardot legyenek egyszerre. Jaj, de jó volt. Mit kínálsz? Mit szólnál egy kis kártyához? Mit kínálsz? Nézzük meg, mert ugye hát, ha van nála valami jó kis cumó. Nem ilyenekre gondoltam természetesen. Élelemre, hanem például kártyára. Mit szólnál egy kis kártyához? Nem most, nem elég volt. Habár szerintem őt biztos, hogy meg tudnánk verni. Habár ki tudja. Van itt még? Nem, nincsen. Látom az ikonon, hogy nincsen más boltos, vagy bárki. Na gyere, Lambert, dumáljunk. Hú, Lambert. Learned something too. He trades in live goods on the sly. Owns a ship called the Pearl of the Coast. Runs between here and Skellige. Changed his name too to Roland Truger, who officially is a respected Novigrad trader and philanthropist. Has a residence in Gildorf. Mi van, Selige? Anything on Selige? Selige? Well. Didn't have you there to stand up for. Lambert, Lambert, ennyi, bennyi. Hát mit csinálsz? Pillanat, most mi volt? Jó, semmi. Látogassuk meg Karadin, találkozunk a háza előtt. Nem tudom, hogy ennek mi értelme van. A látogassuk meg Karadin, ugye az lehet, hogy egyből elindít valami küldit. Tehát, hogy egyből elmegyünk közvetlen hozzá. És ha találkozunk a háza előtt, az meg lehet, hogy... Lehet, hogy vagy azt a célt szolgálja, hogy még előbb, ha valamilyen küldetésünk van, akkor még azt be tudjuk fejezni. Vagy esetleg körbe tudunk nézni egy kicsit. Maradjunk ennél. Lehet, hogy ugyanez lesz, és megint egy kicsit cool lányoskodom az egészet. Tudjátok, arra gondolok, hogy egy csöppet így... Aha, meg arra gondolok, hogy akkor most itt kártyázunk ezzel a nagyon kedves pufók fogadós hölgyel. Mit szólna egy kis kártyához? Tét az lényegtelen. Jó van, fiúk, lányok. Nézzük akkor. Mit is mondtunk? A ködöt. Két olyan lapon van a pakliba. A kártya eltávolítása. Nem kell annyi. Mindegyikből legyen egy dermesztő fagy. Nem kell annyi. Ez most a minden lap be van kapcsolva, jó van. Nyomorult gyalogság, abból is ott van kettő. Arra kell figyelni természetesen, hogy elérik a minimális lapszámot. Belőle három van. Kettő elég. Habár, várjatok? Nem. Azért elég kettő, mert... hogyha benne is lesz kettő a pakliba, nagy szerencsénkre, de ő más módosítókat kap, míg ők belőlük felesleges három, mert az csak háromszor egy. Maradjon. Ja, nagy francokat, bocsánat, most nézem, hogy... hogy vissza kell egyet rakni. Oké, okay. Na jó, akkor legyen játékindítás. Mert ugye a minimális lapszámot nem értük el. Jó, a parancsnoki kült kell. És mit is... Ez az, ami még baj nekem, hogy nem tudom látni azt, hogy alul milyen pakliaim vannak. Most azt látom például, hogy nagyon sok ostromgépen van, ostromkártyán van. És ugye a parancsnoki kültel azokat biztos, hogy tudom... erősíteni. Nem tudom, ezt nem lehet valahogy... Ha, na most, nézzétek! Nézzük már meg, nagyon sok ostromlapom van. Íjászat egy sem.
Akkor rakjuk le, vagyis vegyük ki a nyomorult gyalogságot, mert ők elég gyengék. Ó, de jó, van egy álcánk. És nincsen ijászlapunk. Szuper. Ugye? Jól látom. Jó, nincsen ijászlapunk. Viszont van egy nekünk egy ilyen lapunk. Na, azt majd lehet, hogy majd valamikor kijátsszuk. Nézzük meg, hogy mivel indít a hölgyeményünk. Mi indítsunk mondjuk egy ilyen lapocskával, egy ilyen gyengussal. Jól van, ő is indított valami lappal, egy nem túl erőssel. Én akkor folytatom egy ilyen lappal. És kapunk is valamit. Vagy nem? Nem kapunk. Miért nem kapunk? Hűha, bedurvított az asszonyság. Bedurvított. Őket semmiféleképpen sem fogom lerakni. Viszont őt lehet, hogy igen. Ellenfél köre. Az én köröm. Van-e még esetleg valami gyengus lap, amit ledobhatok? Arra számítok most, hogy hát, ha ő megint valami erős lapot ledob. Ő a leggyengébb lapom, amit még le tudok most rakni. Állj, várjatok! Nem. Mi lenne, ha őt raknám le? Ugye ilyenkor az ő lapjait erősítem. Viszont... én kapok további lapokat. És most passzolok, és hagyom, hogy megnyerje. Ez köszi. Jól van, és akkor mostantól kezdve viszont bedurvulunk. Nagyon keményen, ellenfél köre. Ellenfelet passzolt, nem is véletlenül. Jól van. Nézzük, hogy miket rakjunk le. Van három ilyen lapunk, közelharc, van egy íjászat lapunk is. Az íjászat lap meg öt gyengíti. Na jó, szerintem maradjunk ennél a távolsági lapoknál. Ők a legnagyobb értékűek összesen. És be tudok el, ha csak nem lak le valami időjárás módosítót. És már megint ködlapon van, amit én a királlyal is le tudok rakni. Na mindegy. Nagyon remélem, hogy nem lesznek olyan lapja, amivel gyengíti a ostrom lapjaimat. Mit rakok még le? Egy ilyet. Ő megint ugye egy kém lenne, amivel az ellenfelet tudnám erősíteni, és kapok cserébe kártyákat. Négyes értékű. Amúgy ezekben a lapokban azok a nagyon jó lapok, amelyek alacsony értékűek. Tehát egyes vagy kettes, és akkor ledobom a ellenfél lapjaira, és alig kapnak ugye erősítést. Van nekem itt ilyen lapom? Ha jól tudom, van nekem ilyen lapom, ami ilyen jelzésű. Na jó, de nekem ez jobban tetszik. Ó, két álcalapom is van, szuper. Oké. Vagyis nem, egy álcalapom van, igen. Megint kaptam egy álcalapot. Jó, rakjuk le őket. Passzol állandóan. Szívem szerint én nem akarom lerakni a kürtöst, de akkor még egy ilyen lapot lerakni, szívem szerint. Megint passzol, és akkor most passzolok én is. Oké, és akkor most jön a döntő. Ez lehet, hogy amúgy egy kicsit túl gondolom. Jól van, fiúk, lányok? Hát akkor azt mondja, hogy
Nyomjunk, mit nyomjunk? Van megint egy ilyen lapom, de jó. Szuper. Nyomjunk közelharciakat. Kezdjünk egy ilyen gyengussal. Au. Reméljük nem lesz még egy olyan lapja. Folytatjuk ő vele. Folytatjuk ő vele. Azon fogok ideg rohamot kapni, hogyha lerak ilyen fagyot. Mert ugye olyan lapom van most nekem sok. Jó. Oké. És van nekem akkor még egy ilyen lapom. Amelyen sajnos az én lapomat is fogom gyengíteni. De hogyha lerakom az én helyemre, akkor egy ponttal többet ér, mint az ő lapja. Jó. Rakjunk le egy ilyen lapot, mondjuk őre. Elég nagy szégyen lenne, ha ezt is elveszítenem azért. Már csak egy lapja van. Ellenfelet passzolt. Most lerakhatja azt ez egy lapot, már igazából lényegtelen. Megint passzolt. Én is passzolok. Most már minek? Hű, de jó, megvertem a pufok asszonságot. És van 10 koronán. Viszont kaptam tőle egy kártyát is. Na, fiúk, lányok, mennyi az idő? Megnézzük azt, hogy helyileg hol van a ház. Ó, nagyon közel van, szuper. Akkor megyünk oda. Meg kell nézni most már, hogy milyen lapokat kaptam. Beszélgetés gárdista. Hát ezt megint túl gondoltam úgy. Úgy érzem. She never lies about serious matters. Some storekeeper told her the corpses were shreds. A storekeeper. Another trustworthy source. Tudom bemenni. Tehát ezt szerintem megint túl komplikáltam, mert igazából talán semmi értelme nincs, hogy itt most körbenézek. Vagyonos városlakó. Tehát semmi. Ott van Lambert. Na jó, mindegy. Túl komplikáltam. Szokás szerint viszont mentünk egyet. Oda, szerintem az lesz az otthona. Elhúzzuk az időt, fiúk. Beszélünk Lamberttel is. És dur vele, boom. Ready? Itt felesleges időhúzás volt. Illetve nem, mert kártyáztam egyet. Think I know how to get in. Got a plan. If your plan doesn't include dealing with an escort of guardsmen, best revise it. Calm now. Let them start it. You're expected. Come in.
Igen. Durvuci? Durvuci? Mik fognak itt még kiderülni? Jaj, de szép vagy. Hát mondjuk azért az durva, hogy valakit a gyerek eszemel átra megölni. Witcher? Very true. Oh. Allow me to introduce my wife Letitia and my two little tots. De valamint nem jó, mert a Witcherek termékezik. You know who I am and I've heard of you. You've been asking many questions about me. That always draws my attention. What school do you come out of? That of the cat. Mocsuka. So few of us left. Igen, tehát a Witcherek meddők. Witchers can't have children. But they can have wards. Or take in a woman along with her children, embrace them as their own. Jó, oké. Okay. Hatalmas nagy titok volt. Jó, Witcherek, hogy lett belőled kereskedő? I could understand a Witcher becoming a hired assassin, but a merchant? Why ever not? Not one among us doesn't dream of changing our life. I simply did not stop at dreaming. They say no Witcher has ever died in his bed. I aim to be the first. Remains to be seen. De ugye a Lambertnek az ismerőse is macska iskolás volt, ugye? Miért öli meg egymás két macskás? Mert macskások? Na mindegy. Tehát nézzük. My friend needs to talk to you. Mi fog itt kiderülni? Lads, take the children and Letitia and leave us. Our guests wish to speak to me. Mi lesz ebből, fiúk? I'm all ears. Nagyon durvúci. If I do, first word he says to me, I'll lose it and throttle the fucker. Jó, kezdjük akkor a szokásos kis semleges beszéddel. Nice place you got. As it turned out, I have a flair for enterprise. Now I've coin enough to provide my family with the finer things in life. With some left over for philanthropy. Miss Marabella's institute does not scorn small donations. Neither does the city's Widows and Orphans Relief Fund, amongst others. Azt mondjuk nehezen tudom elképzelni, hogy így hirtelen elénk rakják azt, hogy akit keresünk az egy Witcher, mert tehát külsőleg is látjátok, hogy a szemén egyből föl lehet ismerni egy Witcher, tehát hogy az annak biztos, hogy szóbeszéd tárgya lett volna, hogy ő egy Witcher. Tehát azért, vagy Lambert ugye mondta, hogy ő ott volt, ugye nem, amikor megölték a barátját, és most én nekem az derült ki a beszélgetésükből, hogy ugye látta azt, hogy ki ölte meg. Tehát Lambert akkor nem tudta, hogy ő most Witcher, vagy most én valami felett elsiklottam, na nézzük csak. Your wife know who you were? We are thoroughly honest with one another, harbor no secrets. She prays for me each day. You know what? I think it's working. Fucking hell. Relax, Lambert. I confessed all just before we pledged to marry one another. Began a new life that day, with a clean slate. Jó? Akkor nézzük akkor. Remember Aiden? A Witcher. Murdered in Elander. Guessing the killers were paid well. I remember him as I remember all the others, with the deepest regret. Yet Aiden was different in a way. Contrary to rumor, we did not set out to kill him. We were forced to when he attacked us. Jó. What's your version of this story? Aiden had accepted a contract to lift the curse from the Duke's daughter. He took the coin, bungled the job, then left. Once the girl passed on. You lie. We were not to kill him. We were debt collectors. He'd spent the coin already, so we demanded his swords. When he refused, tempers flared. Vienne, positioned as a sniper, lost her nerve. Igen. Hit Aiden square. Akkor Vienne megérdemelte, amit kapott. Later, she devised her own version of the story.
to silence her guilt, I expect. Milyen érdekes, hihetetlen, hát ez a Witcher-re jellemző fordulatot. Zárjuk le az üldözést. Később aztán kiadott egy saját változat, történt, hogy gondolom, hogy nem gyorsan a lelki ismeretét. Jó, hát akkor zárjuk le az üldözést. I've heard enough. What now? Most én döntsek. Végül is ugye nem ő felelős Aiden haláláért. Ha igaz, amit elmondott, tehát amit történetet eddig látunk, akkor nem ő a felelős. Ő egy másik Witcher. Lambert is a bűnöst akarja, gondolom, megkeresni. Na mindegy. Megváltoztál a bűnbánatod, Talmi, tehát hamis. Elkésett a bűnbánatod, békén hagyunk. Megváltoztál. Ez mi akar jelenteni, hogy megváltoztál? Az a baj, hogy most... Ugye ez tűnik jónak, ugye én most hiszek neki, és meg akarom kímélni. Meg ez tűnik jónak. Ez a elkésett a bűnbánatod, és a bűnbánatod Talmi, az... Legyen inkább a megváltoztál. Elmondom, hogy miért, mert azért mégiscsak ugye nagyon sok embert megölt, és, de viszont azt sem tudjuk neki mondani, hogy a bűnbánatod hamis, illetve hogy elkésett a bűnbánatod. Mert az, hogy most megölt mit tudom néhány embert, hát az nekem semmi közöm. Na jó, legyen ő! You've changed. You have. Forgiveness. It's my sole aim now. You're buying this bullshit? Bastard's lying his ass off! Öld meg, kimélt meg. Na most azért, amiért Lambert elindult, hogy bosszút álljon Aidenért, a csóka elmondása szerint, hát nem tudom, ugye itt megint az van, hogy a franc se tudja, hogy mennyire kritikás ez a küldetés. Hogy higgyünk-e neki, nekem az a baj, hogy mindig jó szívem van. Öld meg, kimélt meg. Van neki felesége, kimélt meg. Leave him, let's go. You off your fucking nut? Lambert, this is one of those situations when you have to realize you're pissed as hell. Rein it in and trust your cool-headed friend. Let's go. For fuck's sake, Geralt. Don't know that I'll be able to forgive you. Nekem. I said let's go. You can always come back. Thank you. Kíváncsi leszek. Hát, Lambert nem vette jól névem. Explain yourself. Don't intend to. Just felt Carradine didn't deserve to be murdered in cold blood. If you feel otherwise, you can always go back. Without me. I feel like beating the shit out of you. See you later. Dühös vagy, Lambert, dühös. Someday. So long, Lambert. Dühös vagy, Lambert, és most még esetleg eszembe jutott, ami egy kicsit minket igazolt, hogy amit küldött levelet vissza a jobb kezének, hogy ugye hagyja őt békén. Na mindegy, tehát talán tényleg jó útra. Oké, fiúk, lányok, cél Skellige, nem oda megyünk, hanem mi oda megyünk, hogy Trisznek a nyomát elkezdjük kutatni, ami ezt jelenti, hogy Ciri nyomában. Ciri nyomában... Mit fogjuk csinálni, fiúk, lányok? Mit szóltok hozzá? Deríts ki, Ciri Novigradban van-e? Várjatok, és akkor... Na. Tehát küldetések Ciri nyomában. Jaj, bocsánat, dehogy is hülye vagyok, hát ezt kell csinálni. Jó. Köszi. Lambertről nekem rémlik, hogy ő egy ilyen... hogy mondjam... Nem túl megfontolt? Witcher? Talán Trissre annó is ő volt a legmodortalanabb. Na mindegy. Jó, nem akarom bántani Lambertet. Fortyog benne a düh. És ki tudja, hogy majd mi lesz a későbbiekben, még az is lehet, hogy neki lesz igaza. Simán el tudom képzelni. Jaj, várjatok! Nézzük már meg valamit, csak úgy kíváncsiságképpen, hogy...
will pass. Vissza tudunk ide valamilyen szinten menni? Beszélgetés vagyonos. Aha, itt voltunk. Ugye? Na mindegy. Jó. Akkor eleget... húztam már. Ő férfi? Hát úgy nagyon néz ki. Jól van. Legyesz csak magad, az nem baj, hogy esik az első. De te legyesz magad. Ja, és erre kell menni, bocsánat. Tehát látogassuk meg Triszta házában. Valószínűleg, hogy Trisz nem lesz a házában. Abban biztos vagyok. Nagyon messze van Trisznek a háza? Hát, messze van, de nem tudunk teleportálni, legalábbis nincs értelme. Akkor viszont így fogunk menni. Ez megint egy nagyon jó kis küldi volt, ez a Lambertes amúgy. Hogy legyünk barátok Lambert-tel, és akkor ugye öljük meg azt a Witcher-t, vagy pedig szegüljünk szembe Lambert akaratával. Lehet, hogy Lambert... Ez most mi? Kard nincs kivéve. Nem tudom, ez most mi akar lenni, mindegy. Tehát, hogy még lehet, hogy Lambert utána találkozik egy kis, azt mondja, hogy megköszönjük, hogy a józan eszére csináltunk valamit, mindegy, most belezavarodtam. Hoppá! Szét van dúlva itt valami. Gondoltam. Shut up. We're looting here. Hittek. Tűnés beszéljük meg. Hét tűnés fosztogatni próbálunk éppen. A tűnés az azt jelenti, hogy egyből elmennek. A beszéljük meg pedig, hogy hát ha tudunk szerezni tőlük információt. Not here for the loot. Interested in the sorceress who lived here. And we're supposed to believe that. Kénytelenek lesztek, mert van két bazi nagy kardom. Most likely hiding in some rat trap with the rest of them. Miért? Hülyeség, hogy miért bújkál, mindegy, tudjuk, hogy miért bújkál, azért beszélgessünk. Who's she hiding from? Temple guards cracking down. All mages are fair game. Mm-hmm. Yeah, they round them up like rats. Jó. Someone's gotta know more. I'd look for her in a putrid grove. Romlás udvarában. Találó név? Putrid Grove. Interesting, as names go. A hive of scum and freakery if there ever was one. No decent folk show their hides there. That why you think I should look for my friend there? Oh, I meant no offense. Okay, hol találom a romlás udvarát? Putrid Grove. Mindenesetre elég találó név. I wouldn't know. Rumor has it, it's a place for freaks and oddities. You'd fit in well there. Na. Maybe. Thing is, gotta know how to get there. They say you gotta get there through the csatornákon sewers, but you gotta enter them outside of town. Few know where exactly. De csak a városon kívülről indulsz. Ask a beggar. Or spot yourself a thief. Follow him. Beggars and thieves got to pay tribute to the king of beggars. Word is, they do it in the grove. Mean to say the local beggars have a king? Koldus, szerintem Koldus, igen. Koldus. Wouldn't scoff, mate. King of beggars, it's a moniker. Yeah, for a man who everyone in Novigrad respects deeply. And watch yourself. Menger himself don't even go to the grove. Someone call for me. Mi lesz itten az? Thieving vermin to the confession chamber. What, but sir, what's the offense? This is some sorceress bitch's shop. Think that gives you the right to steal her property? Well, sorcerers, mages of all types are outlaws. But by law, the temple guard takes possession of their belongings.
and the rule of law still holds in Novigrad. You know a bat can sniff out a moth a mile away. Nem. Mit akarsz? What's your point? I ask the questions, Witcher. And as bats sense moths, so I sense freaks. And start by warning them, Novigrad's no place for your kind. És kinek van, engem nem tudsz besározni. És kinek van, akkor megint kérdezzünk. Heard Novigrad was no place for mages. Now you're telling me it's no place for witchers. So who's it a place for? De az ilyen kopasz gyökerek. Righteous folk professing the one true faith in the eternal fire. Nothing I can do to you now. But just know that I know you're here. One misstep, one error, you'll make a mistake. It's inevitable. I'll be the first to learn of it, and when I do, it'll be standard procedure, like for every magic oddity who dares taint this city's air. Be seeing you. Keresd tolvajokat a főtéren és óvatosan kövesd őket. Beszélj koldusokkal a koldus királyról. Mi ez a zajongás? Erre figyeltem föl, hogy az ott véletlenül nem egy valamilyen bizonyos nemi szerv gyereke? Nem tudom, jó oké. Lehet, hogy az én képzeletemben van baj, vagy így félreinformálom magamat. Acél rövid kard szerintem nem kell. Őt talán el tudjuk jó pénzért adni. Többi maradjon. Mi van még? Hát ha nem ők fosztják ki, akkor mi fosztjuk ki. Triszt. Be tudunk ide menni? Ó, be tudunk ide menni, akkor először az udvart kutatjuk át. Moranerónak ő, ezek tetszenek. Nagyon jó kis ábrák, ahogy nézem. Aj, mikor fogunk megjavulni soha az életben? Jó. Aj, de elég találó rajzocska. Jaj, bocsánat. Oké. Na nézzük akkor. Triss, szuper! Tudtál élni mindig is. Herbs, roots, just turned to healing. Szuper. Ez az, gyertek a papához. Megmentem a vámpír, mert biztos, hogy van ilyen vizsgálat. Only ever known Triss to use one like this. Hát a varázslőnök amúgy is szeretne szépítkezni. Ezt is szerintem olvastam már, mert meg is van. Jó kis háza volt Trissnek azért. Még én is ellaknék itt, azt a mindenit. Tehát jó kis ház, belső udvar. Nagyon durva. Ilyenkor miért tetszenek nekem ennyire ezek a dolgok? Amulets are emanating magic. Gotta be Triss's. She was allergic to potions. Igen, valami rémlik ezzel kapcsolatban. Adalbert testvér sztáriuma. Gyújtsuk meg. Jó. Alkimista por. A Witcher jelek, igen. Triss mindenféleképpen erősen érdeklődött a Witcherek után iránt. Ezt azért már a Witcher 1-ben is láthattuk például. És még van... Na, Triss, tehát azért állja meg a menet. Hát hogy lehet valakinek ilyen nagyon durva jó háza? Több emeletes, szinte egy felnőtt arcoló. Gombóc. Kaja. Az mindig is jó. Ohahohaho, ott talán van valami még érdekesebb dolog. A Witcher jelek már megint. A Witcher jelek.
Nézzük csak. Nem. Oké. De itt még valamit... Ó, az emlékezés rózsája. Ó. The Rose of Remembrance. All dried up. Ó. A Witcher 2-ben volt az emlékezés rózsája. Trisses. Never knew her to drop him on the floor. Hát biztos, hogy nem ő volt. És hát röviden szerintem ez csak azt bizonyítja, hogy Triss azért még mindig romantikus álmokat szöveget irányunkban. És itt most ugye természetesen Geráldot értem. Serleg, gyertyatartó. Mindegy. Rakjuk el. Majd visszaadjuk Trissnek. És ez nagyon érdekes volt, bizony, de jó. Hát Geráldnak a szerelmi ügyei azok eléggé kusze. Ez nem nagyon derült ki a játékokból, de viszont a könyvekből az teljesen tökéletesen kiderült. Illetve hát most ugye a Witcher 3-on természetesen megkaptuk az infót Yennefer-rel kapcsolatban. Hogy bizony-bizony Yenneferbe igencsak szerelmes Geráld. Még mindig. Trisshez is valamilyen szinten vonzódik, de azt nem venném azt mondani, hogy Trissbe szerelmes lenne Geráld. Hát a franc se tudja. Ez itt micsodi? Semmi? Semmi. Hát szóval Triss le a kalappal nagyon jó házad volt. És itt nézzétek meg milyen kis belső udvar. Ezt a mindenit Triss. Jaj, és én meg itt most teljesen befeledkeztem a játékba. Nem is véletlenül. Ezért gyorsan mentünk egyet. Igen. Gyorsan mentünk egyet, gyorsan elköszönök tőletek, és innen fogjuk folytatni. Jó. Kilépés a főmenüvel. Jó van, fiúk, lányok, hát akkor ennyi lett volna ez a rész is. Folytatjuk. Triss küldetésével, és megnézzük, hogy mit tartogat nekünk majd a játék. Gondolom semmi jót. Na jó van, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!